Köszöntöm nézőinket! Véget ért a 2017-es, 2018-as tanév. Ez az időszak is számtalan izgalmas és érdekes programot rejtett a diákoknak. És hogy milyen is volt a diák élet ebben a tanévben, arról több iskolában is megbizonyosodunk ma. Elsőként ide a Bajza József gimnáziumba érkeztünk, és a diák önkormányzat elnökével arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is telt ez az időszak, és hogy milyen programokon vehettek részt a diákok. Miben mutatkozik meg a diák önkormányzatnak a munkája? Hát a diák önkormányzat, ugye mindig vannak ülések és különböző programok, amiket mi csinálunk. Mindenben próbálunk a legesleg aktívabbak lenni. És szerintem minden egyes ilyen diák önkormányzat által szervezett program nagyon szuper. És hogyan lehet valaki diák önkormányzati tag? Minden évben a 9-eseket a saját osztályom megszavazza 2 embert, vagy egy fiúlányt, vagy lánylányt, vagy egy fiú-fiút, teljesen mindegy. Ide jelentkezni kell, és az osztályközösség dönt, hogy ugye ki legyen az. A diák önkormányzatnak milyen kifejezett feladatai vannak, amit csak hozzátok tartoznak? Például van az elsősök hete, amikor a 9-eseknek segítünk mindenben. Itt játékos feladatok vannak. Utána a nyílt nap szervezésében segítünk. Aztán meg évvégén a diáknapot szervezzük meg, majd évvégén a batyusbált. És erről a batyusbálról beszéljünk egy kicsit, mert hogy ez nem olyan régóta működik Igen. itt az iskolában, és ez kifejezetten diák önkormányzati szervezés új találmány. Mit kell róla tudni? Mitől érdekes ez? Hát most szerveztük meg a 3. batyusbált. Itt a diákoknak gyűjtünk pénzt, tombola és illetve jegy eladáson. Itt a bajzás szülőknek, vagy volt bajzás diákoknak szervezünk egy ilyen hatalmas bulit. Idén bográc gulyás volt, meg különböző welcome drink is volt, meg ilyen különböző kis munkás dolgok. Akkor igazából ez egy óriási buli a szülőknek és az egykori bajzásoknak, lehet Igen. ezt így mondani. Igen. Hogyha problémája van a diákságnak esetleg, akkor fordulhatnak hozzátok segítségért? Mindig mondjuk, hogyha valakinek valamilyen problémája van, nyugodtan fordulhat hozzánk. Akár pénzbeli, mondjuk kell egy adott osztálykirándulásra, vagy egy valamire, akkor a DÖK mindig támogatja ezeket a diákokat. És te ugye most vetted át a diák önkormányzat vezetését, kaptál esetleg valami útra valót? Hát én 9-es korom óta szerettem volna a diák polgármester lenni, szóval én úgy mindig kérdezgettem, mindig ott voltam az ilyen főbb szervezéseknél, és akkor ezáltal mondtak nekem jobb tippeket is. És milyen terveid vannak? Vannak már esetleg kifejezett, vagy mondjuk új programok, amik eddig még nem voltak, és te nagyon szeretnéd megvalósítani? Hát még most beszéltük csak igazgatónével, hogy nem ilyen Halloween és farsangi bulit szeretnénk, hanem egy napra mindenki beöltözik osztályszinten, és akkor ez lesz így. Mi rávad, közben meg játszunk is, meg ilyeneket. Milyen a diák élet itt a Bajzában? Hát én nagyon szeretek bajzás
lenni, és én büszke vagyok erre. Mindig, amikor megyek ezt a folyosókon, mindenki köszön, mindenki vidám, és én egyszerűen imádok bajzás lenni. Még mielőtt elkezdett volna forogni a kamera, azelőtt beszélgettük, hogy te nagyon szeretsz egyébként idejárni, igen, most vagy 9-es, úgyhogy még azért viszonylag kevés a rálátásod az iskolára, viszont most már azért elmúlt egy tanév. Mit gondolsz, hogyan zajlott ez a tanév? Én úgy gondolom, hogy mind a tanár-diák kapcsolat, mind a diákok attitűdje megfelelő ahhoz, hogy egy családias és egy szakmailag felkészült közeget tudjanak biztosítani a tanárok a diákoknak, hogy értelmes és megfelelő szakoktatásban részesüljenek. Te informatika tagozatos vagy, ugye, hogyha jól emlékszem. Korrekt. Voltak esetleg projektnapjaitok, vagy olyan különleges óráitok, amire így azt mondtad, hogy ez egy olyan plusztad, ami sokkal jobban túlmegy mondjuk egy tanórai órán? Voltak fakultatívnak nevezhető foglalkozások, főleg ezek kis csoportos dolgok. Ilyen volt például a robotprogramozási órák, ez főleg már az év vége felé történt, valamint voltak különböző programozással kapcsolatos kis, ilyen 3-4-5 emberes összejövetelek, de az egyébkénti tanterv szerinti órákba ez nem nyúlt bele. Tehát, hogy ez még azon felül volt általában. Voltak még EU-s napok is, amiben a diákok kicsit jobban megismerhették az európai országok és városok sajátosságait. Volt egy fogyasztóvédelmi előadás is, és ehhez tartozó vetélkedő, amiben a különböző fogyasztóvédelmi jogszabályokat tekintettük át közösen. Volt még jó pár dolog, voltak sportnapok, volt például a 60-i futófesztivál, amin részt vettek innen is diákok. Milyen egy 9-es és milyen egy végzős kapcsolata? Itt azért meg van az, hogy tudnak egy másnak segíteni, vagy esetleg te tanácsot kérhetsz egy felső évestől? Természetesen vannak kivételek, mint mindenhol, de egyébként magam felső évesek kifejezetten jól fogadják az alsóbb évesek kérdéseit, kéréseit. És hát azért amellett sem mehetünk el, hogy azért sikerült bekerülnöd a diák önkormányzatba, mint tagos szerepelsz között. Hogyan tudtad érvényesíteni az akaratodat, vagy egyáltalán hogy épült fel náladok a diák önkormányzatba? A diák önkormányzati gyűléseknél a különböző aktuális kérdéseket veti föl a diák önkormányzat vezető tanárnője. Ilyenek a különböző rendezvények, versenyek, vagy gyakorlatilag az iskolán kívüli programok, valamint minden évben a fél év környékén megrendezésre kerül a diák parlamenti képviselet, melyben a diákok minden osztály kijelölt képviselői felterjeszthetik kéréseiket, kérdéseiket és problémáikat a tantest illetvezetői felé, és egy közös nevezőre próbálunk jutni ilyenkor, ugyanis az egyik félnek ez szükséges, a másik félnek az szükséges, és valahol meg kell találni azt az arany középutat, amivel javíthatjuk mind a diákok, mind a tanárok hangulatát az iskolában. Azért ez nagyon fontos, amit mondtad, hogy úgynevezett érdekképviselet a tanulók részéről, tehát meg az a bizalom, amit nektek adnak diák önkormányzatosként. Most egyébként van kifejezetten olyan probléma vagy megoldandó feladat, amit ebben az évben sikerült elintéztetek, és közös nevezőre jutottatok a tantestülettel? Hála Istennek van egy-két ilyen. A különböző iskolán kívüli és iskolán belüli programok kötöttségének megváltoztatása. Még mindig kötöttek természetesen téma szerint ezek a programok, de lényegesen szabadabb, mint hogy meghatározzuk, hogy 2-től 4-ig itt, 3-tól 6-ig itt. Az iskola WC-nek higiéniájában is tudtak segíteni a
tantestület vezetői. Nem teljes felújítást kell itt elképzelni, de azért jó rendesen ki lett pucolva, mint az emeleti, mint a földszinti WC. És hát nem menjünk el amellett, hogy itt a nyári szület, most már azért vége van az iskolának, de mivel fogod tölteni a nyarat, van már valami tervez? Van jó sok, hál' Istennek az iskola és a környező egyesületek nagyon sok lehetőséget adnak a tanulóknak, és így nekem is, a különböző tábori programokra. Valamint, hát én nagyrészt dolgozni fogok, ugye diákmunka, meg egyébként is szakmai gyakorlatot még 9-ben nem szükséges végezni, de én már terveztem ilyesmit. Az elmúlt néhány perc után azt hiszem, most már mindenkinek értelemszerűvé vált az, hogy miért is várják a diákok ennyire a jól megérdemelt nyári szünetet. Láthattuk, hogy az elmúlt tanév során számtalan tanórán kívüli programon is részt vehettek, és természetesen azért a tanulás mellett a szórakozásra is jutott idő. Kedves nézőink, ennyi fért a mai magazin műsorunkba. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!